A három pösze lány. Volt egyszer egy szegény asszony, annak három lánya, szépek voltak, takarosak, no de mind hiába, mind a háromnak volt egy kis hibája, hogy pöszén születtek erre a világra. Hiába nőttek, cseperedtek szépre, feleségül őket, senki se kérte. No de egy nap, csodák csodájára, egy idegen legény jött a szomszéd házba. Gondolták a lányok, itt a nagy alkalom, hogy ne maradjanak vélányok parlagon. Az anyjuk is rögvestre állt a dologra, hát ha az egyiken legalább túladnak. Édesanyám, én vagyok a jegidőszer János. Nekem hidd át a comcédból, János. Szép vagyok és takarosz, mozog, főzök, vaszalok. Nem igazság! Nekem is kövőjegé, én vagyok a legszebb, János legyen az enyém. Ecem, mint a bolyotva, jajtatszok a calonna. Én meg a legfiatalabb vagyok. Férjet szakiszt én kaphatok. Fogat mosztok leggel este, finom a szám lehelletje. Lajtam, cokat, calonna? Hát nézd én már a bajcodra. Nem fíkül neked ilusz, hanem egy jó kozmetikus. Ennyi bajut kül Jánnak, ez emelj ki a cámat. Kicsi bajut, nincsen nécem, jajtad meg elfény egy kicsi fitnet. Én csak annyit mondom, tapjátod be, halágógumi. Aki nem most fogad soha, annak ne fájjon a foda, a Jánoszla. János biztos belét toldott, valószínűleg fodolvosz. Sok beszédnek sok az alja, csend, mert János is meghallja. Lapad legyen a szátokon, vagy itt maradtok a nyakamon. Először is csirosítsuk magunkat. Hát köll egy fodrász, aki megcsinálja a hajunkat. Megnézem az interneten, ki a legjobb fodrászmester. Ez az, megtaláltam, itt van. Ehe, ő köll nekünk. Olló Ede. No, most megyek, és kihozom rátok. De amíg itt lesz, csúkva legyen a szátok. Honnan van az anyáckánknak laptopja? Hát biztosan vette a teckóba. Jó, de Pít, honnan szerzett rája? Honnan szerzett pénzt rája? Felhitta a Providentet? A Provident? Az, ami a fogadó? Nem, Lucy, az a modern. És jött a mester a városból egyenes, hogy a hajó szép legyen és rendezett. No, lányok, ő itt, Olló Ede, az én hajom. Már rendbe tette. Ha engem itt így tesz rendbe, szűnisznó szemvelszen ez lesz. Istenem, Istenem, nézzétek a szemöldöket. Eden a cími. De cícál, ember. Nem megmondtam, hogy maradjál csendben. Kisasszony, magácskával kezdem. Mit parancsol? Milyen hajat? Fesse? Vágja? Dajerolja? Mit mond, kedves? Mit gügyög? Nem mond semmit, csak büfök. Milyen? Hosszan tud büfögni? Na, kezdjem el megfésülni. De nem értem, mit mond, kérem. Talán tűzzem? Konyba szépen? Kész is van a csodás kontya. Ugye? Elégedett velem. Mondja.
Kár, hogy ilyen halka szava. Pedig milyen csinos maga. Hát, kis kegyed, mit parancsol? Göndörödjön, kukorodjon. Értem, kérem, értem, hogy miért nincs hallókészülékem? Becsavarom, kicsavarom, még egy kicsit igazítom. Rendben, kicsit kupírozok, és egy-kettőre kész is vagyok. Magának meg mi a baja? Rángatózik a szeme, kezeltesse magát, rossz az idegrendszere. Ide? Milyen frizurát? Hogy vágjam le a haját? Rendben. Már is nyírok, vágok. Csak nem értem, miért nem hallok. Nem voltam én addig süket. Lehet, hogy nem mostan füle? Fogad mosni kéne többször, legalább úgy négyszer, ötször. Parancsol, kérem! Nem értettem semmit. Használjon fogkefét, nem mondok csak ennyit. Van én nekem kefém, amivel fésülöm. Minek a fogamra még egy kefe külök? Készen vagyunk. Mind a hármuk haja szép lett. Most már kérem a megszolgált fizetséget. Itt a pénze, ahogy kérte. De nem pénz a munkámára. Adjon csókot. Ez a lánya. No, atyáj ányom, ha ezt kéri. Nekünk is jobban megéri. De szép volt a mesztre. Ugye elhívjuk anyám még egyszer? Hívjuk, hívjuk, de majd máskor. Azt hadd lássam, hogy ki hogy táncol. Tessék, rajta! Lépés, indul! Tapsra mindkét lábad mozdul! Egy, két, négy! Uramisten! Köl ide egy tánctanár! Felhívom a Karagolit, küldje ide Lipus Rudit! Amit láttam. Fáj a fogad az edén. Fölülné, ha nem csak a hajadat a fogadat is kefének. Meg a szemöldökét a lajszláfélnek. Jaj, de odáig vagy a fogmosással hallod. Csak nehogy neked legyen lökve, komolyabb vagy. Adok én neked, de olyat, hogy mindjárt kiúlik az összes higiéniát. Fogod! Elég szedet! Gyűn anyák a tanájaim. Aj, de szél. Hajjaj, vinne magával. Én már. Mi ütött a illuszomba? Hát csak nem aludító gyűjtizgalomba. Hölgyeim. És csókom. Az én nevem Ritmus Rudi. Lábam van, a ritmus bugi! Álljon fel, kérem! Mivel kezdem? Talán visszel? Ugye most csak vicc?
legyen a szaba! Az alapoknál kezdje, hisz még az sincs rendben. Na, akkor hasad be, mellem ki. Nem kell úgy megijedni. Adott csapom ezt tanulsz, lenártemed ládódumit. Fontos, hogy a hátát mindenki kihúzza. Ezek az alapok. Ez a mozgáskultúra. Nem magyarázzon már annyit. Hát kezdje a tanítást, azt mutasson valamit. Hölgyeim, munkára. Önök a legszebbre. Adják át magukat a táncművészetnek. Kettőt lépünk jobbra, aztán kettőt balra. Ez a csárdás jó lesz a lakodalomra. Látom, ez már valamennyire megy. No, de most már párosan, az a nem mindegy. Kérem a kacsóját. De hogy van? Tegye a vállamra. Kettes, három, nagyon jó. Zenére indulunk rajta. Milyen kis, könnyű, finom nőjének. Úgy látom magának, én is nagyon tetszek. Na, köszönjük, Rudi úr. Elég lesz ennyi. Miben van az óra? Fizetnék. Mennyi? Nem várok más becsét. Magának, csopot kérek. No, hagyjál, János, ha ezt kéri. Nekünk is jobban megéri. Mondja csak, hogy hívom. Amilyen szép vagy, biztos szép a neved. Mi? Közelebb hajolok, figyelek szavadra. Ó, hát nem látja, hogy meg van izzadva? Hát kimerült ebbe a nagy táncolásba. Magát meg, az Isten megáldja. Az a fiúban beszél. Aztán, de szép voltam ezt. Ó, de éljük anyám ezt. Éljük. Na, bajunk nem érnek. Hogyan javítjuk ezt a pöszebeszédet? Bemegyek a városba. Kérdezzek valakit, aki ezen a beszéden valamit alakít. Jó? Ez a Rudi, ez szemhoz fogad, az biztos. Igen, látod rajta, az a szokicmot? De minek a szokicoglája, ha nem igényi kucat szája? Nem tud újat, csak a légit, azt a kínál szinten szégét. Szinten. Tömbegem. Valami cagocat érzem. Isten lásd a lelkem. Biztos a pokréme. Lányom, ő itt, beszéd Bélus, a városi logopédus. Béluszkám, andalom, a szádat hadszagolom. Kezdjük az elején szépen, mutatkozzanak be nékem. Én vagyok a Maliszka. Nincsen rajtam paliszka. Én vagyok a Iluszka, kedvencem a Pulitka. Én vagyok a Nuszika, van rajtam kis Huszika. Ajjaj, kezdjük
keresünk hát módszert, de nem ígérek rá gyógyszert, legyen szájatokból csücsör, és mondjátok utánam, hogy söpör. Söpör. Ja. Mondjátok szépen, hogy sarok. Jaj, Béla! Ez jó, ha hagyod. Ha szép vagy, majd rám hozod, mi a sarokkal a bajod? Akkor szépen mondjátok azt, hogy szappan. Szappan. Jaj, a remény egyre csak van. Én ezt látom ezt. Ha ne adom már szerben. Nézd már. Hogy könölög itten, mintha Bérusz lenne a gölög isten. Bérszat a leheletét, hogy szédült meg hirtelen. Álljon fel, ne vicceljen itt velem. Lesz ebből eredmény? Nem lesz ebből eredmény. Nem is kérek fizetségű semmi más. Csak hogy Nusika adjon egy-két muzikát. No, adjál járnyom, ha ezt kéri. Nekünk is jobban megéri. Ha nem, adjam egy tanácsot. Így fölnél is sokat érnek a lányok. Okos legény nem a beszédet nézi. Ki kell neki, a szívével megérzi. Júj, milyen szépen beszél Bélusz. Biztos pap, nem logopédusz. Talán meg is gyonnál neki, ha ez fa, én a hit kínai. Csendben üljetek a széken, hogy kikopog, én megnézem. Szép jó estét, comcédasszony. János Boni, ha comcéd volt, ha nem padod már a mai papat, de nőcsüldén. Jöjjön hozzád szép hozzád, legyen az én feleségem. Istenem, Istenem, hú, de ez milyen pöce? Én nem miután anánkhoz lesz köze. Nem János, ez János Váci, elle után kár volt lálni. A Jankéjésznek vége. Nem nekünk lesz, az anyáknak lesz szépen. János! János! Maga ilyen mén ember! Védnek véd, de nem működik két vele! Ennek szinten fogkeféje! A foga szinten mit keféne? Hét ma nősülnék, ha nem probléma. Mariskáért szívemetet. Ede. Boldog leszek veled. Iluskáért jöttem én. Még itt lesz vőlegény? Nusikához én passzolok. De csak, hogyha fogadhatod. No hát, még ilyen napot négyes esküvőt csapok. Na, hívja János gyorsan azt a papot. Valami más nem gondolok? Menjek! Jöjjön el az egész falu népe, táncoljunk hát reggelig, itt a mese vége! Thank you.
szépen köszöntjük Hangjóvó nénit születésnapja alkalmából. Laura, Laura, Laura.